Február 9-én tartja éves értékelő ülését a Csókakői Várbarátok Társasága. A találkozón beszámolnak az elmúlt évben történt fejlesztésekről, és szó esik a tervekről is. A Csókakői Várbarátok Társasága hat évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy a megye egyetlen megmenthető kővárát ápolja. Első ütembe kiépítették az utat, melyel elérhetővé vált a várat turisták és az építőmunkások számára. Minden hónap utolsó szombatján összejön ez a társaság, a Várbarátok társasága, és a törmelékből szedjük össze a köveket, a törmeléket, ami már nem használható azt elhordjuk onnan, eltalicskázzuk, és az út szélesítésére használjuk fel. Az elmúlt években elkészült a csonkatorony megerősítése. Felépítették a melvét falat, és egy már leomlott várfalat is újra felhúztak. 2002-ben folytatódnak a régészeti munkák, valamint az alsó vár felújítása. Ebben az évben a Várbarátok Társasága folytatja azt a megkezdett munkát, amit tavaly abba hagytunk, tehát a Kőgyűjtés, törmelékelhordás, az építők az öreg torony építését fogják befejezni. Szeretnénk a vár kapuját teljes mértékben föltárni, régészeti föltárást folytatni az alsó várban. Az érdeklődők 2002-től már az interneten is megismerhetik a Csókakői vár történetét, valamint nyomon követhetik az építkezést.